Ezen a gyönyörű őszi napfényes napon Gombás Gábort kísértük el ide a Százpai tóra. Megfigyeljük, hogy hogyan féderezel, Gábor, ilyen szeles időben. Mi lesz az a felszerelés, ami ma eredményes lehet, de nem lesz fárasztó? Hát mindenféleképpen arra készültem, hogy nagyon-nagyon hűvös lesz az idő. Rohanok! Megvan, Gábor? Megvan. Nagyon jó. Megvan, nagyon szép határozott kapással. És sajnos elment. Elment? Igen, hát ez is benne van, legalább látható, pedig hogy ez nem egy megrendezett dolog volt. Csak ugye itt az interjú közben elég későn vágtam be. Tehát akkor mutassuk meg ezt a felszerelést. Ez a hagyományos metód szerelék, tehát egy távdobó felszerelés, ami áll egy távdobó kosárból, amit én leszoktam vágni rövidebbre, mert hogy az érzékenysége javuljon. Egész közel van hozzá a horog, tehát a végszerelék, amit majd meg fogok mutatni, hogy egy érdekes módon csalizok, hogy felhúzom rá a peleteket a rövid horog előkére, és ez így teljesen végig egy ilyen láncszemben lesz rajta, és a végét meg megtűzöm egy szem csontival. Milyen súlyú ez az önetető? Azért kell, hogy helyben maradjon, tehát hogy nem mozdítsa. Természetesen, de viszont nagyon fontos az is, hogy ebbe a hideg időben, ugye eléggé mellőzöm ilyenkor az etetést is, mert elriasztom a halakat, mert most már a halak azért lassabban mozognak, tehát hogy ne csobbanjon olyan hatalmasat. Ez egy 30 g-os kosár, ami pont elegendő ahhoz, hogy a távolságot megdobjam, illetve a bocspicit be tudjam feszíteni, tehát nem mozduljon ki a fenékről. Maga ez az előke, hogy az első ütközőig ez mennyire fontos annak a hossza, és milyen? Hát én ezt általában egy 50-60 centire szoktam kötni, tehát annyit tud csúszni. És ezt igen, egy forgókapocsban végződik, amit nagyon egyszerűen azért szoktam így alkalmazni, hogy tudjam cserélni minden további nélkül, amikor erre szükség van, ha esetleg egy szakadás, vagy éppen valami módszert szeretnék változtatni. És ez egy 30-as monofil, de bocsánat, megfognád, mert kapásom van. Ennél a fehér csokoládés tuficos etetőanyagnál maradtam, mert reggel úgy kezdtem, hogy egy tömény halas etetőanyagot próbálkoztam, amivel egy kapást tudtam kicsikarni. Hát mennyi volt az a döntés, azt mondtad, hogy most már nem várok tovább, és váltok? 20 perc. Tehát, amikor... 20 perc után már, az igen. Igen, hát az az igazság, hogy a féderbotos horgászat arról szól, hogy nem ott ülünk egész nap a vízparton a botunk mellett, és várjuk, hogy kapásunk legyen, hanem egy intenzív horgászat, egy finomszeredékes intenzív horgászat, ahol 10 percenként kapásunknak kell lenni. Ami a lényege ennek a peletnek, az az, hogy ez lebeg a vízben. Nem emelkedik meg, csak lebeg. Gábor, akik esetleg még annak ellenőr, hogy évek óta már elterjedt ez a Lutz Hülzeféle oldalkapás jelzőerrel, mondjál nekünk néhány mondatot, mert most aranyat ér, úgy érzem ez a módszer. Hát ez nagyon fontos most számomra is, hogy itt van nálam, és tudom használni. Két nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy láthatjuk, hogy nagyon feltámadt a szél, és pont keresztbe kapjuk a szelet. Nincs az, hogy mozgatja a szél a spiccünket, ráfordul a hullám a damilunkra. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, ami most ebben a hideg időben lényeges,
hogy olyan laza feszítést csinál, amit egyik spic sem tudna csinálni, mert ugye egy 3 unciás, 2 unciás bocspicek azok már kemények erre a finom kapásokra. Tehát most is olyan kapások szoktak lenni, hogy éppen, hogy megmozdul ez az oldalspic, ez a lehellett finom oldalspic, és már, ha bevágok, már rajta ül a hal. Kis helyen elfér, nem kell keresztbe tenni 4 méter hosszan a botot. Az, hogy az a fantasztikus, hogy szél van, de állandó kontaktusod van. Igen. Hát tehát ez csak akkor mozdul, amikor kapás van tényleg. Hopp, de most megmozdult, mert most kapásunk volt. Addig beszélgettünk róla. Most ez meg is akadt. És úgy látszik, hogy ez tetszik nekik, ez a fehér csokoládé és tufic pelet. Látszik, hogy a halnak a jó vaskos szája szélébe akadt a horog, és ebből látszik, hogy nagyon sokan szokták kérdezni, hogy nagyon nem túl rövid ez. Nagyon szépen megfogja a halat. Nézzük, hogyan kell felszerelni az oldalkapás jelzőt. Na itt vagyunk akkor. Tehát itt van ugyanaz az oldalspic, amit a másik boton látunk. Ezt légy szíves, fogom meg János egy pillanat. Megfogom. Itt van hozzá maga az adapter, amit ugye bármilyen botra, akár egy teleszkópos botra, vagy bármilyen kemény botra rá tudunk tenni, és ezzel egy finom szereléket tudunk létrehozni. És egyszerűen ezt csak egy gumigyűrűvel rögzítjük. Kis gumilap van a felsőben. Igen, és ezt odafordítjuk, amelyik oldalba szeretnénk, és akkor ugye simán csak az adaptert, mint ahogy a másik boton láthattuk, ami gyárilag van a bandázsolát, erre csak így rárögzítjük. Őszintén szólva már a két bot közül, bár tudom, hogy mind a kettő ugyanavval van csalizva, ugyanaz az etetőanyag van az etető kosárba, de én is a rezgőspicces, az oldalkapás jelzős szerelék mellett tettem le a voksomat. És nagyon érdekes, mert ugye egymás mellé van dobva két felszerelés ugyanaz a távolságra, és hát ahogy itt beszélgettünk, lehet látni, hogy egymás után van kapás az oldalspicces kapás jelzőre. De még milyen durva! Igen, és még a rezgőspicces, engem is meglep igazából a dolog, hogy egy kapás nem volt rajta. Egész az elején, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor volt egy húzás rajta, ami ugye le is maradt, míg ezzel már ugye halat is tudtunk fogni, és egymás után sül el a kapás jelző, hogy mondhatom így. A hagyományos rezgőspicnél valamit megérez a hal a kapás pillanatában. Ez feszesen van tartva, és egy 3 unciás spic van rajta. Na most annak azért akármennyire is van némi ellenálló képessége. Míg ennek az oldalspicnek abszolút, tehát a nullával egyenlő szinte az ellenálló képessége, és ugye ki van húzva a damil, tehát a hal, hogyha beszippantja, esetleg is kifújja a csalit, akkor is nem érzékel belőle semmit. Tehát ebből ezt így leszögezhetjük, hogy most ebbe a hideg vízbe sokkal, de sokkal jobban működik az óvatosan kapó halaknál. Gábor nem hagyja annyiban, hogy csak az egyik bot dolgozzon. Így gyorsan újra csalizza másik botját és várja a kapást. Milyen dolog ez, hogy csak az egyik bot hozza a halat? Végre elsült a rezgőspicces bot is.
ami nagyon fontos, és szeretném megjegyezni, hogy ilyen hideg időben, ilyen hideg vízben az etetés az nagyon-nagyon... Csinyán kell bánnunk vele? Igen, tehát nem szabad csapkodni a vizet. Pontosan a minap egy hasonló kaliberű tavon voltam versenyen, és elkezdtünk etetni, mindenki próbálta az alapozó etetést, elmentek a halak onnan. Órákon keresztül egy kapásunk nem volt, mire rá kellett arra jönnöm, hogy elő kellett vennem egy olyan kosarat, amit életemben nem használtam, egy 10 grammos kosár volt, és akkora volt az átmérő, mint az ujjam, hogy csak tényleg így kattant így a vízbe, és egyből jöttek a halak. Ezt is azt lehet mondani, hogy ezt vízre szabottan kell mindig átgondolni a horgászat előtt. Tehát mondjuk a Dunán, ahol 2000 tonnás úszályok dübörögnek fél óránként, ott egész más az inger küszöbe, mondjuk az akusztikus inger küszöbe a halaknak, mint mondjuk egy kis alföldi belvízlevezető csatornán, ahol egy évben 3 biciklis megy halkan diskurálva el. Akkor minimalizálni kell az etetőkosár nagyságát. Akkor csak diónyi, féldiónyi, cseresznyényi darabokban kell becsúszni vagy bepöckölni. Ugyanúgy, mint a szereléknek, tehát az etetésnek is egyetlen egy harmóniában kell lennie. Az egész testükkel érzik a rezgést, tehát az úszó hólyagjukkal és így tovább. Tehát bármi, ami szokatlan számukra, az vagy elriasztja őket, vagy pedig a kapókedvüket, tehát az étvágyukat biztosan drasztikusan csökkenti. Igen, tehát itt is, amikor elkezdtem horgászni a mai napon, akkor nem gombócoztam be, hanem hoztam ezeket a gyurmákat, halas, illetve ilyen fűszeres csali gyurmákat, amit itt szépen így összegyúrtam, és ezzel etettem egy megadott helyre. Ugye csúzlival belőttél egy csúzlival belőttem, területet. És ezt így lehet hallani, hogy csak így egy klattyan egyet, csodálatos. És ez felkelti a halak érdekeset, viszont nem riasztja őket. Ez nagyon érdekes. Gábor előző fogása utáni erősödő optimizmusa arra késztette, hogy továbbra is kitartson a rezgős vicces botja mellett. További kapás reményében nem is tágít a bottól. János kapott az alkalmon és átvette az uralmat az oldalkapás jelzős készség felett. Nézzük, mi lesz ebből. Te ezen kapásban én azonnal teszem, amit tennem kell. De neked valahogy ez gyorsabban ment, Gábor. Hát de János, te fogtad meg a nagy halat. Hát ez a nagy hal? Hát ez nem, miért mondtad most? Teljesen ideges lettem. Hát nem azért, János, de én is szívesen figyeltem volna a cuccra. De engem miért nem kért meg senki? Mindegy. Nem számít. Tényleg? Na, úgy gyönyörű, János. Ez igen. Ez igen. Gábor. Hát gratulálok. Ez jaj, igen. Nagyon köszönöm. Ez nagyon igen. Köszönöm. Gyönyörű. Hát hatalmas élmény volt. A kedves nézők remélem legalább úgy élvezték, mint én, de hát én jó egy a dolga szívem. János, többet nem jövök veled forgatni. Lehorgászol, hát hogy van ez? De jó volt! Nem bénáztam! Gábor, még erre egyszer visszatérnék nap. Erre az előbbi rendkívüli eseményre. Nagyon szeretném megköszönni neked ezt az élményt. Hát nagyon szívesen, örülök, hogy ilyen élményben lehetett részünk a mai nap folyamán. Gábor nagyon vár még halat a rezgős pincés bottól, de lesz-e még kapás?
És most lássuk, mekkorára dagadt ez a ponttyal teli haltartó. Nem egyemberes a mennyiség, az biztos. A bizonyíték igen súlyos, a nap kifejezetten sikeres. A mai napnak én azt hiszem, hogy számos tanulsága van, mind a délelőtre, mind pedig a délutára. Megvan? Meg, ugye? Megvan, igen. Oho. Igen, most kezd ellenkezni. Nem elég, hogy a bevezetőbe is, most a nap értékelésébe is beleszól egy pikkelyes. Nem tehetünk mást, engedjük szóhoz jutni. János, hogy nehogy rajta múljon, gyorsan lép a szákért. Én úgy gondolom, hogy ez a mai napra szerintem ez... Bízunk benne, kedves tévénézők is nagyon élvezték, és sokat tanultak ebből a mai esemény sorozatból. Gábor, még az idén valamikor télen úgyis folytatjuk és találkozunk, és most búcsúzzunk el. Ettől a gyönyörű kis potykától. Következő adásunkban is lesz feederes barangolás Gombás Gáborral. El is úszott. Reméljük, hogy mi hamar találkozunk vele, és a kedves nézőkkel is.